Mit műtöttek Tamásom? A. A térdét, B. A könyökét, illetve C. A szemét. Nem azt nyomtam, mindegy, nem baj. Milyen nyomatsz mégis? És azt mondtad, hogy a térdi, de mire gondoltál? A szemétre gondol, igen. Évi is a személyére gondolt. Én ezt most olvastam. Igen. Hát aki olvas bulvárt, az tudja, Én nem tudtam, miért kellett a szemedet Ja nem, nem, ja, nem, de hogy karácsonykor, ugye a, a, amikor a legdrámaibb a helyzet egy fodrászüzletbe, akkor elkezdtem ilyen, először ilyen csillagokat látni, utána pedig egy ilyen nagyon szürke, elkezdett szürkülni minden körülöttem, az egyik, tehát a jobb szememnél, és akkor hát végig dolgoztam még a napot, mert hát most karácsonykor nem tudom azt mondani, hogy gyerekek, ne aragudjatok itt a. Nem szemet. látok. Igen, de azért nagyon féltem, hogy meg, vagy, tényleg féltem, hogy megalkulok. És utána a szemklinikára bementem, és ott mondták, hogy sajnos egy ilyen valami, valami leszakadt a, a, a szemembe, és ezt azonnal meg kell műteni. És hát ilyen lézeres műtét volt, tehát pikpak megműtöttek, körülbelül a, a bejö, bemenettel és a, a kijövetel között volt egy másfél óra, tehát tényleg iszonyú gyors. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy elmentem, és azóta ezt mindenhol elmondom, hogyha bármilyen tapasztasz, azonnal menjél, mert hogyha ezt hagyom, hogy még egy pár óráig, vagy egy-két napig hagyom, akkor a retinám is levált volna. És az egy nagyobb műtét. Úgyhogy uh -huh. ezt azóta osztom mindenhol, ahol tudom. Szóval megjegyeztük, köszönjük.